Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is lennék a 26. heti snapshot-tal. Ugye ez a 14V26B lesz, viszont ugye az előző videóban igazából kicsit elhamarkodottan raktam ki a snapshot videót, és ugye még elég sok információ nem volt meg akkor, amikor elkészítettem a videót, úgyhogy még az előző heti snapshothoz szeretnék néhány dolgot megmutatni nektek, mielőtt áttérnénk ugye az ehetire. Igazából gyorsan szeretném ezt így ledarálni. Ugye itt van a Prismarine Shard, ebből a Prismarine Shardból egyébként a Prismarine blokkokat lehet majd ugye lekraftolni. 4 darab Prismarine Shardból lesz ugye a sima Prismarine blokk. Skinem egyébként most azért nincsen, mert nincsen internet kapcsolat. Jó, fantasztikus net szolgáltatás. 9 darab Prismarine Shardból tudtok Prismarine bricket kraftolni, illetve ezt a nagyon szép csempe Prismarine, Dark Prismarine blokkot pedig úgy tudjátok lekraftolni, hogy ilyen láda formában Prismarine shardot raktok, középre pedig tintazsákot, és ezt a nagyon szép egyébként animációs, ugye ilyen láthatjátok, hogy a körnek a rádiusza folyamatosan növekedik, ugye ez a Sea Lantern, ez a víz alatti lámpás, ezt pedig így tudjátok lekraftolni, kell hozzá 5 darab Prismarine kristál, ugye ezt az előző snapshotban azt mondtam, hogy nem tudni, hogy mire lehet használni, erre lehet egyenlőre csak használni, hogy ezt a gyönyörű szép lámpást lekraftoljuk, illetve 4 darab Prismarine shard kell még hozzá. Ugye mondtam, hogy ki lehet égetni a szivacsot, láthatjátok, hogy ott a vizes szivacs, szépen kiégetjük szénnel, és sima szivacs lesz belőle, a szivacs pedig ugye annyit tud, szerintem egyébként nem nagyon kell bemutatni, mindenki ismeri már az életből is a szivacsot, milyen tulajdonságai vannak, és szépen felszív egyébként a vizet, ezt egyébként föl lehet ugye szedni, és kiégetitek, és akkor szépen el lehet tüntetni az összes vizet, amire nincsen szükségetek. Illetve, hogyha a Stone Brick-et kiégetitek, akkor ez a Crack Stone Brick lesz belőle, most már ezt is meg lehet szerezni Survival-ben, úgyhogy most már az összes ilyen mohás követ meg hasonlókat most már le lehet kraftolni. Ugye ez még a snapshotnak az elején volt, azt is meg tudjátok nézni, hogy esetleg nem tudtok róla, nem láttátok még. Ugye mondtam, hogy lett ez az új blokk, ez a Coarse Dirt, ezen nem terjed a fű, mellé raktam a sima dirtöt, hogy össze tudjátok hasonlítani, mi a különbség a kettő között, ez a sima dirt, ez a Coarse Dirt, és így kell lekraftolni, csak ebbe a formában működik. Föld, shoulder, shoulder, föld. Aztán ugye a táblákon is változtattak egy kicsit, most már egyébként lehet színesen írni JSON szövegből is, és most már az, hogy hány karaktert írhattok egy táblára, az attól függ, hogy a karakter mennyire széles, és nem attól, hogy ugye egy megadott karakterszámot lehet írni. Láthatjátok, hogy I betűből sokkal többet tudtam írni, nagy M betűből pedig sokkal kevesebbet. Egyébként ez egy nagyon hasznos újítás, ennek nagyon örülök. És hát igazából ilyeneket is tud mutatni, például ehhez egyébként már annyira nem értek, hogy selector taggel, illetve a score taggel ki lehet mutatni, hogy hány pontot ért el valaki, a score gondolom arra jó, a selector pedig arra, hogy mondjuk a legközelebbi entity-t kiírja, mondjuk egy malac is számíthat entity-nek, és akkor a malacot fogja kiírni. Igazából így ez ennyire jó. És hát igazából ez a JSON szövegnél úgy van, hogy ugye van egy text 1, az az első sor, text 2, az a második sor, text 3, text 4 folytatva. Ugye ez igazából mapmakereknek érdekes, ők pedig úgyis jobban utána néznek, hogyha ilyesmit akarnak csinálni, majd úgyis valami okosat ki fognak találni. Illetve könyveknél is használható most már ez a JSON text, ugye ez egy fájl egyébként, aki nem tudná, és itt meg lehet adni különböző szövegeket, amiket ki lehet iratni, például a command blockban eddig ki lehetett iratni, most már a könyveknél is használható, a pages taggel fogja felismerni, hogy te az könyvbe szeretnéd ugye írni, és például a click event taggel csinálhatunk kattintható szövegrészeket. Én úgy tudom, hogy itt például lehet olyat is, hogy mondjuk egy effektet ad rátok, hogyha rákattintotok, vagy valahova elteleportál, szóval lehet egész érdekes dolgokat kihozni. De egyébként én annyira nem értek ez a JSON fájlhoz, úgyhogy nem akarok hülyeségeket mondani. Csak így elmondtam, hogy van ilyen lehetőség. És akkor az eheti snapshot, mindjárt átváltok normálra. Van egy új command, ez a replace item,
és megadott slotokba adhatunk most már itemeket. Ugye a per give command nagyjából ugyanezt csinálta eddig, viszont a per give command arra volt jó, hogy a legközelebbi üres slotba rakta be mindig azokat az itemeket, amiket akartunk. Most már például azt is megcsináljuk, hogy a weapon, tehát az eszköztárba is rakhassunk, tehát az eszköz slotba is rakhassunk fegyvereket, és például láthatjátok, hogy az összes zombinak adott egy gyémánt kardot, és hogyha itt ezt meghúzom, akkor ki fogja cserélni az összes zombinál a gyémánt kardot fakardra. Így néz ki egyébként a command, mindjárt elmagyarázom, hogy mi micsoda. Per replace item, ugye ez az új command, és az entity type az egy zombi, tehát az összes zombinak a világban ki fogja cserélni a slot weapon részében, tehát az eszköz slotjában, ami van, azt egy a semmit most egyébként, egy gyémánt kardra is egy darabot fog neki adni. Itt ugyanaz a command van, csak a diamond helyett wooden van, tehát fa. Aztán az alsó hotbarba, ezekbe a slotokba is lehet egyébként rakni dolgokat, ez meg tudjuk adni, hogy hova rakja. Periplace item entity kukac p, ez a legközelebbi játékos, slot.hotbar.2, ez a második hely lesz, ami egyébként a harmadik, mert az első az nulla, és Minecraft fish 4 darab kettes halat fogunk kapni, a kettes hal egyébként a bohóc hal, és láthatjátok, hogy a Dark Prismarine kicserélte bohóc halra, és hogyha még egyszer meghúzom, akkor nem 8 darab lesz, hanem a 4-et kicseréli 4-re. És a konténer blokkokba is egyébként megadhatjuk, hogy hova rakjon például különböző itemeket. Itt most a arany blokkot fogja egyébként replace-elni, tehát itt most egyébként annyira ez nem lesz izgalmas, most arrébb raktam az arany blokkot, meghúzom és odarakott egy arany blokkot. Ezt egyébként, hogyha átírom például diamondra, akkor ki fogja cserélni az arany blokkot, ugye, gyémánt blokkra. És hát ebben lehet egyébként nagyon sok dolgot csinálni, igazából ez is csak ugye map készítőknek lesz izgalmas, és ezek a konténer blokkok, ezekről egyébként már beszéltem, ilyen például a láda, a dispenser, tehát minden, amiben lehet pakolni, de a command blokk is egyébként konténer blokknak számít, igazából minden olyan blokk, ami tartalmaz adatot, az konténer blokk, viszont ugye nyilván egy command blokkban nem tudunk tárgyakat helyezni, úgyhogy az most itt kiesik. Van egy új világtípus, ezt majd a végén szeretném nektek megmutatni. Illetve az execute parancshoz kaptunk egy detect sub parancsot. Ez érzékelni tud különböző dolgokat. Például azt, hogyha én meghúzom itt ezt a kart, akkor láthatjátok, hogy nem csinál semmit. Viszont, hogyha ide jövök a fűre, és meghúzom, akkor kérje, hogy fűre lépni tilos. Ez azért van, mert beállítottam, hogyha a fűben állok, és fut a command, akkor valamilyen parancsot végrehajtson ugye a parancsblokk. Ez egyébként lehetne például egy potion effekt is, de én most csak egy sima per se parancsot használtam, ami ugye kiírja, hogyha fűben állok, hogy fűre lépni tilos. Igazából ezzel például meg lehet azt csinálni, hogyha egy gyémánt blokkon vagytok, és mondjuk áthaladtok a gyémánt blokkon, akkor mondjuk kaptok 10 másodpercig egy gyorsaság 2-t. Szóval elég jó dolgokat ki lehet ebből hozni. Így csak meg akartam mutatni, hogy ez így hogy működik. És közben szépen összeomlott a Minecraft, tehát a világhatároz és kaptunk egy új parancsot, ez az add parancs, ezzel növelni, illetve csökkenteni lehet a világhatárt, ez hasonló ugye a set parancshoz, negatív értéket is meg tudunk adni, itt most egyébként a tábla többi részét mondom el, és például, hogyha beírjátok azt, hogy per world border ad 20, akkor 20 blokkal fogja megnövelni a világhatárt, és hogyha mínusz 20-at írtok be, akkor pedig ő 20 blokkal fogja csökkenteni. Igazából nem tudom, hogy erre mi szükség volt, a set parancs is nagyjából pont ugyanezt csinálta. Illetve a fill parancshoz kaptunk egy olyan újítást, hogy eddig ugye 4096 blokkot lehetett feltölteni, és most már 32768 blokkot lehet egyszerre feltölteni, úgyhogy gyengébb gépeket azt hiszem ez elég szépen ki fogja nyírni, de akinek erős gépe van, az ilyen sok blokkot tud egyszerre ugye kitölteni. És akkor még gyorsan megmutatnám nektek ezt a debug világot. Create a new world, átállítom kreatívra, és akkor, hogyha a word type-nál nyomjátok a shift-et, akkor lesz egy olyan, hogy debug mód, és le is generálom gyorsan akkor ezt a világot. Ez a debug mód egyébként annyit csinál, hogy az összes blokkot mutatja, tehát az összes blokkot meg tudjátok nézni minden egyes állásban, minden egyes elforgatásban,
illetve lehetőségben. Itt van például a lávának az összes fázisa, akkor az, hogy merre folyhat a víz minden egyes irányba, szóval ilyen nagyon érdekes dolgok. Ez a világtípus egyébként egyedül szerintem a textúra pak készítőknek, illetve most már a resource pak készítőknek lesz hasznos. Itt le tudják ellenőrizni, hogy a textúrák a helyükön vannak-e, és úgy néznek ki-e, ahogy szeretnék. Úgyhogy igazából ennyi is lenne ez a videó. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Nagyon szépen köszönöm a végignézést, Doki voltam, sziasztok!